2012. májusában alakult meg a Bánffy György kulturális szalon. Annak idején 80 különféle foglalkozású ember részvételével voltak ott, és vannak is színművészek, újságírók, képzőművészek, és még sorolhatnám. És azóta is nagyszerűen működik a Bánffy szalon, és nagyszerű programokkal is várják az odalátogatókat. Van ott versünnep, meg versfesztivál, különféle zenés programok, de én azt hiszem, hogy sokkal jobb lesz, ahogy ígértem, ha erről a színművésznő, a szalon háziasszonya, Császár Angela beszél. Mindenek előtt művésznő, nagyon szépen köszönöm, hogy két próba közt meglehetősen sűrű elfoglaltságot közepette bejöttél hozzánk a stúdióba. Nagyon köszönöm. Szívesen. Én azt a korábbiakban elmondtam, hogy 2012. májusában alakult meg a Bánffy György kulturális szalon. Nem volt ez kerek évforduló, hiszen Bánffy György lassan már 5 éve, hogy meghalt, és nyilván a szalon megalakulása sem kötődött ehhez. De az, hogy milyen nagyszerű programok és műsorok vannak, mindenféleképpen, hogy úgy mondjam, emlékeztet Bánffy Györgyre, mert a kultúra szeretete, a magyar nyelv szeretete, ez állandóan ott jelen van. És ki tudna ezt jobban elmondani, mint a rendezvény, mint a szalon háziasszonya, Angela. Szóval te a kezdettől fogva ott vagy, ugye? Én a kezdettől fogva, tulajdonképpen egy éves évfordulójára gyűltünk össze, egy kicsit melegedni az ő emlékénél. És akkor határoztuk el, hogy jó lenne egy szalon formában sokszor összejönni. És akkor elindult a szalon, különböző emberek csatlakoztak hozzánk, színészek, újságírók, sportolók, szervezők, irodalmárok. És akkor így működtünk egy darabig, és aztán kiderült, hogy jobb lenne, hogyha egy kicsit összefogottabbak lennénk, és akkor egyesületté alakultunk, mert akkor talán támogatást is tudunk kapni, és mivel a szalon célja az is volt, hogy különböző civil szervezeteket, kulturális programokat összefogjon, megismertesse egymással őket, hát erre jó, ha van egy kis támogatás is. Úgyhogy elindult a szalon, megalakult a zeneszínház, amely hát nagyon eddig, én fölírtam magamnak puskaként, hogy Erkel, Liszt, Mahler, Mendelssohn, Gershwin, Satie, Mozart, eddig Handel életét és munkásságát egy különleges, érdekes színház és zene kombinációjában meglepő módon mutatják be, és ez működik mai napig is, és most is előadás van Gershwin, talán ebben a hónapban Gershwinről lesz szó, a Dunapalotában. És mindegyik Bánffy nevét viselik, szóval Bánffy. Persze, ez a Bánffy Zeneszínház. Ez a nyelv oly gazdag, olyan színes, hogyha valaki egy kicsit is odafigyel rá, szinte magától kezd megszólalni. És amikor meghallottam, hogy egy flamand két lencséből valami látcsövet fabrikált, és kezdem jött utána fabrikálni, mi sem volt magától értetődőbb, mint hogy az égre irányítottam. Ahonnét aztán holdak és planéták estek a mérleg egyik felébe, azt bizonyítván, hogy a Föld is csak bolygó, amelyik a nap körül forog. És amikor megintettek, hogy ez a tény, épp olyan tény, mint hogy a hó fehér, vagy a cápának szája van, veszedelmes tan, melyet nem szabad tanítanom. Elképzelhetői volt-e, hogy az a tudás, amelyik bennem van, és az emberek millióiban nem, kinek andítson belőlem, és jelet ne adjon, mint raba börtönablakon? Ülés után. November 3-án szót kértem, magyarul beszéltem. Olyan nagy izgalommal, hogy szívesebben mennék Bitóra. Vajon fogok-e valaha is hideg vérrel beszélni tudni? Nekem itt szavam nincs, az ország nagyja nem vagyok, de birtokos vagyok. S ha föláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejti, és ezzel segíti honosaink neveltetését,
jószágimnak egy évi jövedelmét feláldozom. Suttogás támad a teremben. Mennyi lehet az? 60 000 pengő forint. Éjjelzés, törki. Azután már csak ennyit mondok. Érett megfontolással cselekszem ezt, éppen ezért célszerű felügyelést kívánok, hogy a nemzetnek felajánlott summa haszontalan el ne pazaroltassék. Végre, végre világosan látom rendeltetésemet. Eszméim, terveim ingadozása megszűnik, életem határozott irányt vesz. Minden, amit kezdek, haladni fog. Minden mag, amit elvetek, ki fog kelni. De egy háziasszony mit csinál a szalomban, mert az, hogy színművésznő, azt nagyon jól tudjuk, de hát nyilvánvalóan ott más feladatok is vannak. Hát arra hál' Istennek van, aki. Én elég sok mindent csinálok, de főleg zsűrizni megyek el, ahol versműsorokra, versfesztiválokra zsűrizzük a fiatalokat, aztán fellépek a Bánffy szalon rendezvényein, például a Kultúra napján, vagy majd a Költészet napján április 11-én, úgyhogy a színművésznek is van feladata, én nem csak az embernek, aki nagyon szerette Bánffy Gyurit, és nagyon-nagyon örülök, hogy egy olyan embernek az emlékét ápoljuk, és egy olyan ember nevét vettük fel, aki egész Magyarországon nagyon szeretett színművész volt. Most éppen voltam Nagykőrösön a Balladomondó versenyen, ahol mindenki olyan nagy szeretettel emlegette Bánffy Gyurit, aki az előző versenyen még zsűritag volt annak idején. Úgyhogy ez egy fontos misszió, mert Bánffy Gyuri is azt mondta, hogy a színész egyik legszebb missziója a magyar nyelv ápolása. Én hozzáteszem, hogy Süttő András azt mondta, hogy nem ápolni kell a magyar nyelvet, hanem éltetni. Igen. Mert az sokkal izgalmasabb, színesebb, érdekesebb. És az ápolásban benne van az, hogy valami beteg. Hát a magyar nyelv még talán annyira nem beteg. Említetted a Dunapalotát, de hát nagyon sok felé járkál a szó legjobb értelmében a szalon, ugye? Mindenfelé vannak fellépések. Nagyon sok felé megyünk, és a zsűrizés is a határon túli helyeken is folyik, mert ugye elindul a versünnep. A versünnep az tulajdonképpen először is profi színművészeknek és előadó művészeknek indult, Kolti Helga hozta létre annak idején, és most is a versünnep alapítvány és a Bánffy szalon együttműködése folyamán meghirdettük újra, tavaly is volt, és az idén is meghirdettük, Márai és József Attila a téma, és ezért aztán zsűrizni megyünk mindenfelé, Pozsonytól, Székelyudvarhelyen, a déli Szabadkán keresztül mindenfelé. És a profikat hívni kell, vagy jelentkeznek is? A profik jelentkeznek, hála Istennek, hogy vannak bátor színművészek, akik szeretik a verset, szeretik azt elmondani, és szeretik terjeszteni a kultúrát, úgyhogy jelentkeznek, és közülük fog kikerülni az a döntőbeli stáb, akik április 11-én a Nemzeti Színházban örvendeztetik meg a közönséget, mert ez nem verseny, ez egy fesztivál, ez egy kulturális esemény. Jó, hogy mondod, hogy azok a bátor színművészek, tudnék, nagyon sok színészt ismerek, hölgyet is és urat is, bizony. Hatalmas, első osztályú színészek, tényleg, és ugyanezek azt mondják, mikor megkérdezem, és nagyon szeretem a verseket mondani, és nem. A versmondás az egy olyan műfaj, ami külön dolog. De mondom, hogy ilyen nagyszerű színész, most neveket direkt nem mondok. Nem, azt mondom, én félek verset mondani. Én nem tudom, hát hogy nem ez félsz. Igazi félelem-e, de minden esetre az, hogy egyedül kiáll az ember, és azt a verset úgy tolmácsolja a közönség felé, mint ha az a saját szövege lenne, elég ember próbáló, és aki nem gyakorolta, az egy kicsit fél tőle természetesen, de meg tudnám mindenkit csinálni. Amikor ezekre a nagyszerű rendezvényekre készülődtök, akkor, hogy is mondjam, csak ez csak szerelemből megy, ha már a támogatókat említetted az elején, hogy talán jönnek, mennek, vagy pedig tényleg az Egyesület, vagy akár mondhatnám a szalon, fent tudja tartani magát?
Hát, most nem panasznapról van szó, mert mindenhol mindenkinek nehéz, de hogy működik? Van nekünk egy csodálatos vezetőnk tulajdonképpen, mert én csak háziasszonya vagyok a szalonnak, Molnár Adrien, aki nagyon sok felé tekinget, és nagyon sok felé nyúl, és hát néha talál, néha nem, de végül is fent tudjuk tartani a szalont és az egyesületet, de épp most néztem meg a bankszámlás számunkat, hát nem sok pénz van rajta, megmondom, úgyhogy nagyon-nagyon várunk valamiféle támogatást. Hát, ha lesz. Említetted Görsvint, de még azt hiszem, hogy a programból nyugodtan lehetne sorolni. Hát mondtam, igen, hogy Mendelssohn, Görsvint, Száti, Mozart, Händel, de nem sokára lehet. Mozart az még csak most kezdődik, Hűvösvölgyi Ildikó az egyik szereplője, és azt hiszem, hogy ebben a dologban én is majd részt vehetek, és nagyon jó lesz, remélem. Uh-huh. Meglátjuk. Aztán az idén van a Mosonyi Mihály év, amit a Bánfi Szalon és a Zeneszínház hozott létre. 200 éve született ez a méltatlanul keveset játszott és elfeledett, tulajdonképpen majdnem elfeledett zeneművészünk, és ebben az évben Mosonmagyaróvár, Pozsony, Frauenkirchen és Rétfalu is Budapesten kívül helyszíne lesz az év és a koncert helyeknek. Zongora, négykezesek, kamarazene, zenekari, oratórikus művek, lesz egy kis opera ősbemutató, egy színdarab is felidézi az alakját, aztán kiállítás és konferencia. Tehát ez egy nagyon komoly szervezési feladat. De azért is jó, és most nem akarok én másfajta szalonokat is sorolni, mert valahogy az utóbbi években rádöbbentek nagyon sokan arra, hogy igény van, igenis, ezekre, mondjam, az a polgári szalonokra, és hát persze miért nem mondanám, már csináltunk velük műsort, ott van a Rózsavölgyi Szalon, és még tényleg sorolhatnám, de akár az egykori kultúrházakban, most művelődési terekben és központokban is nagyon sokszor hasonló előadások vannak, és ez mindenféleképpen jó. Az ember azt hinné, hogy kevesen vannak, kicsi a játszóhely, kicsi a közönségnek a hely, de valahogy legalábbis amerre én jártam, mindenhol nagyon-nagyon szeretik az emberek, és a közönség összetétele. Szóval én láttam tinédzser lánytól kezdve nagypapa korúakat egymás mellett ülni ugyanott, és ugyanúgy élvezték ezeket a nyilvánvalóan nagyszerű előadásokat. Pontosan, és a szalon különös súlyt fektet arra, hogy megszólítsa a fiatalokat. A versünnep fesztivál, amely nem kötődik pontosan a költészet napjához, hanem egész évben van. Oda elmegyünk különböző iskolákba, vidékre, mindenfelé, és ott a zsűrizést és az rendhagyó irodalomórákat is megtartjuk természetesen, ez is egy fontos feladat és egy misszió. És a gyerekek, akik ott győztesként kihirdetődnek, azok részt vehetnek a Csíkcsomortányban most már az idén 5. verstáborban. Sok tehetséges van? Nagyon sok tehetséges van, és imádják ezeket az együtt lakunk, állandóan a versekkel és a magyar kultúrával foglalkozunk, feltöltődnek egy egész évadra. Egyébként azért is jutott eszembe, és jó, hogy mondtad, hogy a fiatalokat is becsábítani, mert nem titok, és éppen a mostani március 15-én is lesznek olyan rendezvények, ahol a legfiatalabb korosztály, tehát a 10 évesek és a épp hogy 20 éves elmúlt fiúk, lányok lépnek fel, zenészek és rapperek. És éppen az egyik mondta, hogy a hip-hop meg a rap az egyáltalán nincs messze a magyar irodalomtól, és Petőfi verseket, József Attila verseket dolgoznak át, a saját szájaízük szerint, és akkor nem úgy hangzik, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, hanem még nyílnak a völgyben a kerti virágok, megtanulják a verseket, és épp az egyik eléggé ismert rapper mondta, hogy a húga, aki még 10 éves, hát úgy szeretgette a verseket, de nem nagyon, és akkor, amikor meghallott ezt a rappes feldolgozását, a föltámadott a tengernek. Fogta a könyvet és elolvasta. Elolvasta, megtanulta, igen, hogy ez milyen jó, fontos. És utána 5-ösre felelt belőle nagyon, az iskolában. Szóval mindezt azért hozom szóba, mert ti is ezek szerint ugyanúgy haladtok a korral és a 21. századig. Próbálunk. És ezeknek a kihívásoknak megfelelni, mert nem biztos, hogy ugyanúgy kell megszólítani azt a 18 vagy 20 éves fiatalt, mint 20 évvel ezelőtt.
Én egyáltalán nem vagyok ellenére a feldolgozásoknak. És az, hogy ezzel közel kerülni a fiatalok szívéhez, hát ez szintén ugyanolyan misszió, mint a miénk. Tehát csatlakozom hozzájuk. Azért nem mehetünk el szó nélkül a Budapest Orfeum mellett. Szóval ezt azért jó néhány évig csináltátok, és hatalmas nagy siker volt. Én úgy emlékszem, ebből lett ugye a hanghordozó is valami. Van hanghordozó, tehát CD-n is kiadták mind a két részt, tehát az egész előadást két CD-n. Azon kívül van televíziós felvétel is, kettő is belőle, úgyhogy végül is... Aki akarja látni, azt talán még a YouTube-on is meg tudja nézni. Én azt hiszem, hogy mindenkinek lehet ajánlani, hiszen ez egy akkora dobás volt, hogy úgy mondjam, annak idején a magyar színház életben, hogy tényleg nagyon-nagyon jó volt. Hát nem véletlenül ment. Hány évig ment? Tíz évig ment. Több mint 300 előadást. És mindenhol. És bejártuk a világot épp vele. Ezt akarom Ausztráliától mondani. Az északi állam, Svédország, Norvégia, Dánia, mindenfelé jártunk. És nincs egy kicsit ilyen retro hangulat mostanában, hogy valamit kellene csinálni, hasonlót? Vagy akkor az hasonlót már... lehet csinálni. De ugyanolyat már nem lehet még egyszer megcsinálni. Ez igaz. Ez nem töltött káposzta, ez nem lehet meg, úgy fölmelegíteni. Meg kétszer nem lehet ugyanabban a folyóba lépni. Meg hát elszállt fölöttünk egy, most már mást lehetne. Uh-huh. Lehetne ugyanúgy hárman, ha Benedek, Szacsvai és Császár összeáll, és Orosz Pista még lenéz ránk az égből, akkor lehetne valamit csinálni, de ez egészen más lenne, hát elmúlt fölöttünk. Hát néhány év, aztán kész. 25 év. Uh-huh. Na most egy kicsit, hogyha előre tekintünk, visszatérve a Bánfi Szalonhoz, mennyire tudtok előre tervezni, és ezt már az előbb akartam kérdezni, mikor itt a támogatásról volt szó, hogy mennyire lehet előre tervezni, hogy most ugye 2015-öt írunk, itt vagyunk március ilusán, de hogy 2016-ban mi vár rátok? Mert azért gondolom, illetve azért kérdezem, mert a színházaknál általában már megvan a szezon közepén, elején a következő szezon mondjuk nyitó előadása. Nagyon jó színház, nagyon jó vezetővel. Akkor. Talán igen. Na mennyire tudtok előre gondolkozni? Hát mi ebben az évben gondolkodunk főleg, mert erre is össze kell valahogy gyűjteni majd a támogatókat. Ugye a Mosonyi év, a versünnep és a versünnep fesztivál, ami egész évre széthúzódik. Úgyhogy például a versünnep fesztiválnak májusban is és októberben is lesz egy nagy budapesti gálája, ahol a vidéki vers fesztiválok részeinek győzteseit felhozzuk, és itt bemutatkozhatnak. Tehát erre az évre tervezünk, aztán jövőre nem tudom, hogy mi lesz, majd még azt ki kell találni. 17-ben például ugye 200 éves lesz Arany János. Igen. Tehát már a 17-et már lassan el kell kezdeni szervezni, a 16-ra még nem tudom pontosan, hogy mi lesz. Hát nem túlzás azt mondani, hogy a szalon sokszínű, és ezt azért is mondom, mert nagyon sokféle ember dolgozik ott, úgy értem, hogy ahogy említetted, igen, újságírótól kezdve, képzőművésztől kezdve, egészen a színészekig. Hogyan lehet összetrombitálni a társaságot? E-mailen. E-mailen? Igen, kör-e-mail, és aztán... Hát az egyeztetés, az mindig. Aki ráír, az eljön. Tehát nem ragaszkodunk ahhoz, hogy mindig mindenki ott legyen, hanem aki ráír. És így aztán nem különösebben nehéz összetrombitálni. És a próbák hogy zajlanak? És hol? A Dunapalotában. Nem a Dunapalotában, persze. Mm-hmm. Igen, a Dunapalota egy nagyon szép helyszín, mert bizony, nagyon központi helyen van, egy szép házban, és Bíró Ildikó igazgató asszony nagyon szeretettel fogadja a Zeneszínházat. A Zeneszínház mikor megy külföldre? Hát ezt nem tudom, nem tudom. Hát ezek mind szervezési problémák. Ezekben én azért kevésbé vagyok autentikus, úgy nem tudom igazán elmondani neked, hogy mikor, nem tudom. Hát én nagyon szépen köszönöm mindazt, amit elmondtál, és a nézők nevében is nyugodtan mondhatom, hogy további sok siker. Hát neked köszönjük is, szépen, mert ránk fér, és nagyon szeretnénk, hogyha minél többen és minél izgalmasabb előadásokat láthatnának. Köszönöm még egyszer.